Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket az InfoTV Nézőpont című adásában. Néhány héttel ezelőtt került megrendezésre a Magyar Kanizsai Községi Sportszövetség szervezésében a 2020-as év sportolója díjkiosztás. A rendezvény keretében bátran mondhatjuk, hogy a legsikeresebb sportolók és klubok között a Potiszje birkozó klub érte el a legjobb eredményeket, és a legtöbb díjat ők hozhatták el. A stúdióban köszöntöm Rekecki Rudolfot, a Potiszje birkozó klub elnökét, és Leiher Tamást, aki ennek a díjkiosztásnak a keretében elhozhatta a legnagyobb díjat, hiszen úgy ítélte meg az igazgatóbizottság, hogy a 2020-as évben te voltál a legjobb férfi sportoló, a legeredményesebb férfi sportoló. Kedves Tamás, először is gratulálok ehhez a díjhoz, és szeretném, hogyha nekem is a nézőknek elmondanád, hogy mit jelentett a díj, és milyen eredmények vezettek ehhez a díjhoz. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a gratulációt. Hogy milyen eredmények vezettek ide? Hát ugye előtt tavaly volt, én úgy kezdtem, hogy fönt voltam, és hát hogy itt kezdtem birkózni Szerbiában, aztán átmentem Magyarországra, és hogy visszajöttem Szerbiába, nekem az most egy kellemes meglepetés volt, mert tavaly volt az országos bajnokság, ugye nem volt sok versenyünk tavaly, csak az országos bajnokság, ugye nem tudták a Covid helyzet miatt ezt megrendezni, de viszont az országos bajnokságot sikerült, és akkor mindenki szerintem a versenyre úgy ment el, hogy mindenki ki szeretné magából adni azt, ami benne van. És ez nekem például jól sikerült. Higgadt birkózást tudtam mutatni. Ami bennem volt, azt mindent ki tudtam adni. És akkor az országosban sokat meg tudtam lepni. Most hát meg tudtam nyerni. A döntőbe pedig a 87 kilós válogatottat tudtam megverni. Ismerem egy jó beográdi barátom. Aztán hát mondhatjuk azt, hogy elég sima meccs volt, úgyhogy utána meg ennek köszönhetően behívtak pedig a válogatottba, és akkor most folytassuk saját tevékenységeinket. Egy országos bajnokság volt, de erre az egy országos bajnokságra azért te az egész előző évben készültél. Legalábbis fölkészülés volt, amikor te itt már Magyar Kanizsán edzettél. Persze, hogy hát én azt mondom, hogy fölkészül egy profi birkózónak, egy fölkészülés abból áll, hogy amikor elindul neki a, és hát amikor komolyan gondolja a birkozást, mondjuk úgy 16-7-8 évesen, és hogyha szeretnéd csinálni, akkor azt a 15 évet végig edzőtáborban van. Reggeltől estig. És minden egész napját arra szállja, meg az egész életét a köré építi, mert itt nincs olyan, hogy pihenő. Itt 1-2 hét pihenő van, de az egész év az egy olyan szakasz, aminek nincs vége. És állandóan edzeni kell. Vannak hideg szezonok, de az mondjuk egy nyár. De viszont a nyáron meg egy olyan alapozást kell megcsinálni, hogy az őszi szezonra teljesen jók legyünk. Télen, amikor pihenő van, akkor is meg kell csinálni jó alapozást, mert tavasz jönnek a versenyek. És a te elmúlt 15 évedről elmondható egyébként, hogy te folyamatosan edzettél? Igen. Gondolom, egy kicsit kiemelkedik, egy kicsit más ez az év sportolója díj az elért eredményeidhez képest, amikor érmet kapsz, amikor fölállhatsz a dobogónak valamelyik fokára, de azért szeretném, hogyha elmondanád, hogy egy kis közösségben megkapni ezt az elismerést mit jelent? Én nekem nagyon jó érzés volt, őszintén nem is tudtam azt, hogy én lettem az év sportolója, csak Ugyu mondta, hogy úgy szoktuk becézni, hogy csak azért mondom Rudolf, és ő mondta, hogy Tomi, menj már el, azt mondja, hogy lenne egy kis díjátadó, hogy... Hát titokba tartottátok előtte. Ó, de jó! És akkor mondta nekem, hogy menjek már el, csak lenne. Hát mondom, jó, köszönöm szépen, elmegyek, és akkor ilyen baráti társaságban voltunk, aztán azt hittem, hogy leszünk rengeteg, és akkor csak megjelenés miatt oda kell menni, mondom, jó, van, elmegyek. És akkor odaértem, és a Puskás Hacsi bácsán kívül, igen, ő mondta, hogy azt mondja, hát majd szeretnék képet csinálni veled, mert ugye te vagy az élsport, mondom, én. Azt mondja, igen, hát tehát mondom, ez nagyon kellemes meglepetés, és akkor olyan, de jó éreztem magam, őszintén olyan kellemes érzés volt, megtisztelő érzés, úgyhogy, de ami azt illeti, ugyanígy próbálunk a kicsiknek is, szóval példát mutatni, amikor edzésebe megyünk, és így jó, én azt mondom, hogy egy 6-7 évesnek, aki bejön egy birkózóklubba, és hogy én is ott vagyok mellette, és lássa azt, hogy én hogy viselkedek, hogy edzek, hogy teszem a dolgomat, törődöm velük,
Én nekem viszont ilyen szempontból is jó, hogy a gyerekek is legalább valakire azt tudják mondani, egy birkozó klubban, hogy most ő volt az év sportolója, vagy jó. Autoritást ad, ugye? És akkor ez így, hogy mondjam, a kicsiknek is így jó érzés, meg úgy kellemes volt. Hát, ha motivációt is kapnak. 13 díj került átadásra az év sportolója díjkiosztás kapcsán, ebből 8-at elhozott a Potisje Birkozó Klub. Hát ezért ez egy szép eredmény. Ahhoz képest, hogy tudjuk, hogy a 2020-as év sportmegmérettetések terén nem volt a legaktívabb. Igen, tehát a tavalyi évben, tehát a Szerbia Birkozó Szövetség csak az egyéni országos bajnokságokat rendezte meg. Volt egy-két kupa verseny, vajdaság bajnoksága, de a fő hangsúly, tehát az országos bajnokságokon volt. Nagyon sikeresen sikerült szerepelnünk az országos bajnokságokon, mivel 21 egyéni országos bajnoki címet szereztünk, és minden korosztályban, tehát a legkisebbtől, a Tamásnak a felnőtt országos bajnoki címét, tehát minden korosztályban nyertünk országos bajnoki címet. Az ő sikerének nagyon örülök, mert nagyon megérdemelte, valamint az ő sportolja választáson. Nekem is külön öröm volt, mert őnek is kijárt már egy ilyen díj, rengeteg munkát belefektetett a birkozásba. Hogy ítéli meg a Birkozó Klub Tamás visszatérését? Ugye elmondta, hogy ő Magyarországon is edzett, és ott is versenyzett, és a visszatérése mit jelent a klub számára? Nekünk egy felnőtt országos bajnok egy címet hozott a klubnak, valamint a csapatnak osztalapos tagja, jelen pillanatban felnőtt válogatott kerettag, tehát a Tamásra csak felnézhetünk, és örülünk, hogy visszatért az Egyesületbe. Hiszen titeket erősít. Igen. Ritkán hallok ilyet, mert ugye ritkán van belátásom egy klub életébe és a hétköznapjaiba. A generációs belső foglalkozás, a generációs odafigyelés egymásra, ez valóban mindennapos? Ez az edzéseken megvalósul? Természetesen. Tehát nem csak az edző foglalkozik a kis sportolókkal, hanem az idősebb sportolók is. Igen, az idősebb versenyző, tehát van, most nem akarok neveket sorolni, de van egy jó pár idősebb versenyző, aki egy-két hasznos tanáccsal vagy rászólással, tehát rászól a fegyelmezetlenkedőre, vagy megdicséri valakit, tehát ez nálunk ez mindennapos. És így van egy nagyon egészséges kis környezet az Egyesületen belül. A Potisje Klubról azért kevesen nem tudják, hogy annyira odafigyelt a sportolóira ugye régen generációkkal ezelőtt, hogy hát amilyenek az osztályzatok, úgy lehet jönni edzésre. Ha nem jók az osztályzatok az iskolában, akkor azért nem lehet jönni edzésre. Ezt folytatjátok? Igen, tehát hogy van a jelen pillanat edzők, tehát a Sándor, az Ákos, mostanában elég olyan Csaba is besegít a munkákban, tehát fél évenként ellenőrizve vannak a bizonyítványok még mindig, úgyhogy azért még odafigyelünk rájuk. Tehát nem csak sportolókat, hanem kis, jó kis embereket neveltek. Igen, igen, mert nem lehet mindenki, tehát élversenyző. Tehát az, hogyha valaki embert, vagy egy hasznos embert nevelünk a társadalomnak, az is jó. Tehát egy megbecsült tagja legyen. És a sportkluboknak ez is feladata. Igen. Az év sportolója díjkiosztás kapcsán minden évben kiosztásra kerül az év edzője díj is. Idén ezt is elhoztátok. Igen, a Sándor újra, mert az elmúlt évben kétszer-háromszor azt hiszem, hogy ő már megnyerte az év edzője címet. Újhelyi Sándor. Sándor, igen, ő a főedző az Egyesületen belül. Hát ő, tehát munkaviszonyban azt el kell mondanunk, tehát ő csak a birkozással foglalkozik. És azt hiszem, hogy a gyereknevelésben elég komoly munkát végez. Persze ő neki kell, hogy legyen segítségei, vannak, tehát ilyen segédedzők, vezetőség, ami minden megfelelő, tehát lehetőséget nyújt a versenyzők fejlődéséhez. A díjkiosztáskor, hát alkalmam volt elolvasni és felolvasni, megosztani a jelenlévőkkel az életrajzodnak egy pici szegmensét, azt írtad, hogy 10 évig focisztál, és 14 évesen léptél be először a Birkozó Klub edzőtermébe. Szeretném, hogyha elmondanád, hogy a váltásra miért került sor? Hát amikor én kicsi voltam, 6-7 éves, ugye akkor apukám nyomdokaiba léptem, és akkor én is bementem a birkozóterembe. De csak egy 2-3-4 hónapra talán, hát nem volt még fél év sem. Nem fogott meg? Valahogy nem tudom, pici voltam, jó éreztem magamat, de valahogy mindig úgy mentem, izgibb voltam, de focizni ez mindig a labda volt, kint az utcán, a barátok is, ugye, mint minden kisgyerek, és akkor elmentem focizni. A legjobb barátom is focizott, és akkor fociztunk. Mikor én kicsi voltam, 8-os koromig, én lehet tudom mondani azt, hogy olyan gyerek vagyok, aki minden sportot kipróbált. Szóval kapuérán is voltam, karaten is voltam, néptáncon is voltam, mindent, amit lehetett, birkozást, úszást,
És a focinál megmaradtam, mert ugye minden barátom oda járt, és akkor együtt fociztunk. Fociztunk edzésen, versenyre mentünk, és akkor, amikor már 12-3 éves voltam, akkor zavart azt észrevettem, hogy függök a csapatársamtól. Uh-huh. És igaz, elkezdett zavarni, hogyha én akartam, de viszont a más nem akarta, akkor ez nem rajtam múlik, de ő függ attól az eredményünktől, hogy most hogy jó fog játszani, vagy nem. Tehát a csapatverseny. Igen. Az volt a csapat, szellem volt, igen, ami zavart. Ugye gyerek voltam, de akkor is éreztem, hogy engem ez zavar, és ezt, uh-huh, hogyha valamit sportolok, vagy valamit teszek magamért, akkor azt én fogom tenni, és nem fogok mástól függeni, és nem akarok másokra mutogatni, hanem csak magamra. És így választani kellett egy egyéni sportot. És akkor ugye apu is ugye birkozó volt, meg úgy mindig is tetszett, ugye le tudta az ember vezetni, úgymond azt a benne lévő energiát, és akkor én 14 évesen egy barátom, egy teljesen idegen, aki nem is volt birkozó, azt mondja, ő jár birkozásra, hát mondom, ha te jársz, akkor majd én is járni fogok. És akkor úgy volt, és a megboldogult Laci bácsi volt bent az edző, és akkor bementem edzésre, és akkor már első edzésen ugye egy-két fogást még tudtam, meg ugye apukám otthon az udvarban még előtte is úgy néha, hogy elkapott, akkor megrángattuk egymást, úgy birkoztunk. És akkor bementem, és első edzéstől kezdve megkérdezték, hogy na, akkor most komolyan akarod? Hát mondom, én ebből teremből többet nem fogok kijönni. Oh. És akkor ezt 14 évesen eldöntöttem, és akkor azóta én megindultam, és én azt tudom mondani, hogy az első edzésem óta az egészet komolyan vettem. Uh-huh. Ami az edzéseket illeti, hogy odafigyelök, hogy fejlődni akarok. A legelső edzésemtől kezdve azt mondtam, hogy én ezt komolyan fogom csinálni, és mindent bele fogok rakni, amit lehet. És már második nap is ott voltam, harmadik nap is ott voltam, negyedik nap, ötödik már reggel elmentem egymagam futni, hétvégén, új év napján. Mindig, szóval amikor lehetett, én nekem mindig egy nap azból állt, hogy első az edzés, és ez úgymond egy ilyen függőséget is okozott, ami egy nagyon pozitív függőség, szóval az nélkül nem is tudok élni. És hogyha még nem is vagyunk edzőtáborban, akkor is még van nagyon sűrű napi szinten kettőt edzek. Uh-huh. Úgyhogy, vagy hogyha bármilyen elfoglaltságom van aznap, az edzés mindig benne van. Hogyha kell este 10-kor, akkor este 10-kor. Nagyon ritka az olyan, hogy például hétfőtől péntekig egy napot kiadjuk, hogy nem edzek. De az nagyon ritka. És ezt akkor is fogom csinálni, hogyha nem leszek birkózó, mert ez nekem egy olyan alapvető dolog, ami nekem kell, hogy a testemmel törődjek, teljesen jó saját egészségemre, a mentális egészségemre is, egy futás, egy bármilyen aktivitás. És ugyanígy ezáltal, hogy ennyit csinálom, nagyon sokszor például, amikor a Tiszán vagyok, ott is vannak a fiatalok, vagy például 20 évesek, 17 évesek, és elkapjuk egymást, a homokba birkózunk. Az a jó birkózásban, hogy bárhol lehet csinálni. Szóval nem függünk attól, hogy most egy nagyon jó terem, vagy egy nagyon rossz, legyen egy jó szőnyeg, persze, hogyha nagyon jó terem, annak mindannyian megbecsüljük, mert megvan minden, ami kell, így is, de egy birkózónak kell egy nagyon jó akarata, hogy legyen, és egy jó kedve, és birkózunk. Általános, vagy ritkaság ez a hozzáállás? Na, általános, de Tamásnál azért különösképpen az ő hozzáállás azért példaértékű. A többi klubtag közül azért vannak még, akik így gondolkodnak, igen, hogy igen, ennyire elhivatottak, ennyire fontosnak tartják. Igen, az egyesületen belül szintén vannak az elég sok versenyző, aki, tehát komoly tervei vannak a birkozással. Tehát van, aki csak rekreálni jár, oda kicsit a mozgás, a társaság, de vannak pár versenyző, aki komolyan gondolja. Az, hogy ő 14 évesen kapta meg a klub, ez például jellemző, vagy azért korábbi években szoktatok elkezdeni foglalkozni velük? Mostan az utóbbi időben, tehát 6-7 évesen szoktak jönni, tehát nem jellemző, tehát ilyen 14 évesen. Tamás ellensúlyozta, igen, a 14 éves korát ezzel az elhivatottsággal. Igen. De van több ilyen, tehát tudnánk példákat mondani, például volt egy Kaszab Károly nevezetű fiatalember, aki Adáról került ide Kanizsára, és ő önnapról aztán elment Budapestre, 3 világbajnoki bronzérmet nyert. Úgyhogy, tehát ő is így, mikor középiskola kezdetén kezdett el birkozni, és akkor aztán jöttek az eredmények. Tehát vannak azért példák erre is. Tamás azt mondja, hogy szinte mindegy, hogy milyen felszereltséggel rendelkezik a klub, vagy az adott edzőterem, már a Tisza parti strandon is jó birkozni, de azért mégiscsak fontos a felszereltség. Jelenleg milyen körülmények között dolgozik a klub, hol van az edzőterem, hol tudtok edzeni, mi jár a rendelkezésetekre? A középiskolának egyes tornatermét használjuk már szerintem egy 30-35 éve. Ott van egy edzőtermünk, tehát minden szőnyeg lerakva, súlyzónk van, tusoló, de tehát nem a saját termünk végül is. Ezt el kell mondanunk, az iskolának a tornatermét használjuk,
de aránylag megfelelő körülmények vannak. Uh-huh. Ezen majd lendít valamit és változtat, igen, igen, az épülő birkozó akadémia. Igen, igen, akkor meg lesz a saját termünk, tehát saját öltöző, szauna, ami még itt hiányzik, egy kis orvosi terem, egy új súlyzóterem, ahol azért elférnek a gyerekek, mert itt azért csak elég szűkös a hely. Három szőnyeg, tehát nem, néha olyan az a gond, hogy sokan vannak edzésnek, oda kell figyelni, hogy most az egyik birkozik a másik, akkor hogy ne essenek egymásra, uh-huh, és a birkozóklubunknak a terem gondja is meg fog oldódni. Hát úgy az a hír kelt szányra a médiában, hogy augusztusban átadó és szeptembertől indul a munka a Birkozó Akadémia kereteiben. A klub hogy készül erre a lehetőségre? Tehát a klub az minden szinten támogassa azt az egész Birkozó Akadémia épülését, és akkor tehát gyerekekkel is ugyanúgy közösen fog, tehát az akadémián lévő gyerekek és az egyesületnek a versenyzői, tehát együtt fognak edzeni, tehát akik azon a szinten vannak versenyzők, azok ővelük fognak edzeni, a fiatalabbak, vagy pedig tehát a rekreálóbbak, azok pedig majd külön fognak, tehát az egyesület keretein belül fognak folytatni tovább a birkozást. Uh-huh. És ugye arról is szólt a hír, hogy ez a 2,9 millió eurós beruházás. Igen. Tehát ez azért ekkora, mert hogy ott más tartalmak is lesznek. Például lesznek olyan szobák, ahol elszállásolásra is van lehetőség. Ezt például mivel fogja kitölteni az akadémia? Nem kanizsai gyerekekkel? Nem, nem, nem. Tehát a környékbeli birkozó gyerekekkel lesz uh-huh megtöltve. Úgyhogy tehát az első évben egy 20-25 személyre számítunk, és az elkövetkező években viszont akkor tel lesen. Tehát a 45-6 ágy, ami létesít, uh-huh, tehát ami lesz majd, azt mind tele fogjuk rakni. És már remélem. Jártál már kint az építkezésen? Hát kívülről láttam, de most úgymond belülről még nem voltam. De viszont de szerintem nagyon tudod, hogy milyen tartalmak lesznek? Én Budapesten, amikor voltam, szerintem hasonló terem lesz, uh-huh, mint ami volt az egyik klubomnál, az is ilyen full felszereltség. És valahogy van egy olyan érzésem, hogy szerintem ez is ugyanaz lesz, csak sokkal nagyobb. Aha. Szóval ott is három szőnyeg volt, és minden meg volt. Az egy ilyen, hát most mondom azt, hogy egy iskolának az alaksora, de az olyan felszereltség volt, hogy szóval a Nenád Lálovics, hogy a birkózszövetség elnöke, ő elment és azt mondta, hogy megszavazták Európa legjobb birkózó termének, szóval, és szerintem ez, csak hogy tudjuk a viszonyítást, uh-huh, hogy ez szerintem lehet, hogy még annak a határát is súrolni fogja. Mert ugye, meg főleg az, hogy Kanizsa, ugye itt van nekünk a fürdő és minden, szóval itt, hogyha valaki fejlődni szeretne majd a gyerekek közül, én azt mondom, hogy nincs határ. Szóval minden megvan. Itt csak a gyerekeken fog minden múlni. Mert szerintem a szakmai stáb az mindent meg fog tenni, az edzők is, a birkozók is, hogy egy emberileg fejlődjenek, ahogy ő is mondta, nem mindenki lehet élsportoló. Szóval, hogy egy olyan embert neveljenek a társadalomba, ami ki tud állni magá, és egy tényleg egy igazi, őszinte ember legyen, ami bármilyen tud harcolni saját maga útján. Szóval a Birkozó Akadémia az lehet, hogy persze, amit mondtam is, hogy mi homokos birkozunk, de az, hogyha van egy ilyen akadémia, és ott be tudunk menni edzeni, határtalanul, én azt mondom, akkor nincs semminek akadálya, hogy valaki itt például birkozó tudja lenni. Mert tényleg minden meg lesz szervezve, úgy Kanizsán középiskola is van, a fürdő is itt van, minden lehetséges, ez egy olyan város, ahol nagyon könnyen át tudunk menni, Magyarországon is könnyen át lehet menni, 15 perc mondjuk a határtól. Én azt gondolom, hogy itt, ami birkozónak kell, az minden megvan. Kaja, az étkezés is szerintem tökéletes lesz, úgyhogy minden megoldható. És a Birkozó Akadémia nem csak Kanizsának jelent majd egy fénylőpontot, lehetőségeket. Regionális szinten is gondolkoztok, hiszen ez már elhangzott az alapkületételkor, hogy nem csak Magyar Kanizsa kapja ezt a Birkozó Akadémiát, hanem Szerbia is, és a régió is. Igen, igen. Talán is már a neve mondja, Vajdasági Birkozó Akadémia. Tehát a Szerbia is kap vele, valamint szintén a Magyarország is ebben. Kikre tehát számítotok? Klubokra, egyesületekre? Hát a fő hangsúly a környező magyar klubokra van. Uh-huh. Kiengedve. Tehát de ott van esély rá, hogy más is jöjjön, de a fő hangsúly, tehát a környező falvak, városok magyar klubjának a versenyzője.
És nem csak helyszínben vagyunk kiemelkedőek, vagy leszünk kiemelkedőek, amikor megépül a Birkozó Akadémia. Azért a Patisserie Birkozó Klub neve ismerősen csenghet Szerbia szerte és a régióban is. Igen, hát a kanizsai versenyzők nagyon sok helyen. Most már elmondhatnam az elmúlt évek során, tehát 15-6 országban járunk. Így nemzetközi tornákra, tehát vannak Európa-bajnoki érmeseink, Balkán-bajnoki érmeseink, országos bajnokok, és azért ismernek bennünket nagyon sok országban, és keresik a kapcsolatot. És hogyha mondjuk azt kellene megkérdeznem, hogy a birkozás térképén hol helyezkedik el a Patisserie Birkozó Klub, mondjuk országos szinten, akkor... Az élmezőnyben. Az élmezőnyben. Utánpótlás nevében szintén, felnőtteknél is, de az utánpótlásban nagyon, tehát ott van, hogy... Persze minden generációban van, amikor egy kicsit erősebb van, van, amikor gyöngébb, de az mindenhol van. De az utánpótlásban erősek vagyunk nagyon. Azt mondod, hogy 15-16 országban is jártok meg mérettetésekre, ez komoly anyagi összegeket, eszközöket igényel. Ütköztök akadályokba? Megoldjuk. Megoldjuk. Az önkormányzat segít elég, nagyon szintén szponzorok, szülők, és egy nagyon, tehát hogy mondjam, egy nagyon egészséges társaság a vezetőség, egy szülők, akikkel össze tudunk hozni, tehát minden egyes utat megbeszélni, tehát egy nagyon jó kis gárda van mögöttem, akik nagyon sokat segítenek, és én is köszönöm nekik. Igen, ez egyébként más klubok életében is gyakran felmerül, hogy a szülők azok, akiknek szinte akkora odaadásának kell lennie, ha nem nagyobbnak, mint a gyermeknek, aki eldönti, hogy ő birkozni szeretne. Tamás, nálad nem volt kétséges a szülői támogatás? Nem volt, hál' Istennek, úgyhogy... Édesapád tudta, hogy jó helyen vagy, és hát hogy igen. Ebben téged támogatni kell. Hát igen, ez ugye sokszor van az, hogy ez egy apuka is birkózó, meg a fia is, akkor ugye már... Akkor elérünk egy olyan kor, hogy én 26 hét, amikor már én mögöttem is van egy sok tapasztalat, akkor általában mindig az a veszekedés jön fel, hogy de én akkor is többet edzettem, mint te. Te nem tudod, hogy is ez mindig... Rivalizálás lett belőle. Ez mindig is így van, és ez nem csak az én generációm, hanem minden egyes visszamenő generációra úgy tekintünk, hogy ők többet edzettek. Úgyhogy kicsikinek is mink is azt mondjuk, hogy amikor nem tudod, hogy én milyen volt, fiatal voltam, hogy akkor én mennyit edzettem. Úgyhogy, de viszont a lényeg az, hogy a szakmai támogatásban, ugye a precíz munkában, az persze, hogy megvan. Ott meg is volt. Hát, amikor 17 évestől úgy 22, amikor 20-ig, amikor főleg úgy hétvégén is hazajöttem, akkor az udvarból egy kis betonna, azt meg akarsz egy kicsit technikázni, persze. És akkor ugye elkaptuk egymást, akkor ezt a kezdeti darab, ezt a darab, és hát eléggé hasznos fogásokat is kaptam apukámtól, amikkel elég sok eredménybe tudtam úgymond húzni, vagy mindent meg tudtam tenni. Szóval érdekes. Én azt mondom, hogy egy ilyen sportkarrierben mindenkinek nagyon érdekes dolgai történnek, de a támogatás az ugye mindig megvolt. Főleg az, hogy csinált, persze, meg lehet, amit akarsz, tenni kell érte. Nekem azért volt egy pár akadály, ami ugye nem függött senkitől sem, hanem saját magamtól. Nekem nagyon sok, elég sérülékeny vagyok. Úgy mondom, amikor felkerültem Pestre, akkor én rögtön úgy kezdtem, hogy rögtön 4 műtét. Így 3-4 év alatt. Jó. Úgyhogy ez úgy hirtelen egy picit úgy nem tudtam én is, hogy hova tenni. Úgyhogy az ott egy 4 évet kivett úgymond, nem az aktív karrierból, csak úgymond volt egy térműtétem, aztán volt egy másik térműtétem, amik nem komolyak, de egy porc műtét volt, ami akkor is úgy, mint picit úgy megállítsa az embert, és úgy mindig a nulláról kell kezdeni. Uh-huh. Szóval egy műtét, hogyha van egy porc műtét, az lehet rövidebb igényű felépülés, és lehet hosszabb igényű felépülés. Nekem volt ilyenbe is részem, meg olyanbe is, mert volt 3 porc műtétem és egy vál műtét. De viszont minden egyes műtétből nagyon sokat tanultam saját magamról, hogy nem adtam fel, hogy újra felálltam, és ez egy olyan erőt adott, ami nagyon sok minden át tud húzni az életbe. Szóval amilyen úgymond rossznak hangzik, ugyanilyen pozitív is, nem a birkozó karrierre nézve, hanem az embere és a személyiség jövendőbeli akadályokra, amik jönnek az életbe, hogy van-e, hogy néha meg kell állni, de az nem azt jelenti, hogy én nem tudok tovább edzeni. Mert én nekem a térdem az meg volt műtve, de nekem a felsőtest nem szabad volt. Jó, de nem félelemmel lép az ember a szőnyegre ilyen az sérülések után? Az nem azt jelenti, hogy én 5 nap után a birkozóterembe beléptem. Ez világos, csak hogy hanem 6 hét után. Nem. Azért, mert
én biztos voltam a munkákban, például a Pesten is a gyógytornászok mondták, hogy ezt végigcsinálod, akkor nem lesz be, és éreztem, hogy stabil a lábam. És minden nap például 2 óra hosszú gyógytorna után még elmentünk egy kondis edzésre. Ami azt jelenti, hogy tudtam, hogy az én lábam egybe van. És nincs a fejedben nem, ilyen gondolat, amikor volt. Kilépsz az ellenfél elé, hogy most fogok lesérülni. Nem, egyáltalán. Mert ez egy blokád. Nem, egyáltalán. És nem is az, hogy, és például ezek a polcműtétek is nem olyan, hogy egy akció közben történt, ami például, hanem egy rossz lépés, ami nagyon sok ember megtörténik egy futás közben. Szóval nem függött attól, hogy nagyon, hogy most én hogy terhelem, hanem ez egy rossz lépés, lehet, hogy akkor épp gyöngék voltak a csontjaim, abban a periódusban. Ezt nem tudni. Egyedül válműtétem ott az egy, azt mondom, hogy egy éven tartó fölépülés volt, amire azt mondtam, hogy hát, hogy visszaértem úgy 90%-ra, és utána még azt a 10%-ot, azt mindig rakom rá, még mai napig is. Teljesen jó 26 éves fiatalemberrel beszélgetek, és azt mondja, hogy 4 műtét és kiesett 1 év, és közben országos bajnokságot nyersz. Szeretném, hogyha néhány szót váltanánk így a beszélgetés végén a tervekről. Tudom, hogy a 2021-es év semmivel sem jobban látható és kristálytisztább, mint amilyen volt a 2020-as, de biztos vagyok benne, hogy a komoly hozzáállás azt igényli, hogy tervek is legyenek. Nézzük, hogy a klub hogy tervezi. Elsősorban, tehát ami lehetőség van, minden versenyen részt szeretnénk venni. Uh-huh. Tehát most a szövetség az összes egyéni kupaversenyeket, országos bajnokságokat meg fogja szervezni. A megfelelő, tehát az országos bajnokjaink, akik részt vehetnek a világversenyeken, Balkán bajnokság, azokat is szintén szeretnénk támogatni. És úgy néz ki egyébként, hogy ezek a külföldi versenyek megrendezésre kerülnek? Jelen pillanat szerint igen. Uh-huh. Persze vannak feltételek, minden előre be kell tartani. Igen. Tehát ugyanúgy mi is betartunk a hazai versenyeken, bármilyen tehát nem szabad előírásokat be kell tartanunk, a külföldön szintén ugyanez a helyzet. Uh-huh. Szeretnénk megrendezni a Csaba Ferenc emlékversenyt a gyerekeknek, valamint a felnőtt csapat. Ez a saját hagyományos verseny. Igen, a hagyományos verseny, valamint a Balassa Rudolf emlékversenyt a felnőtt csapat részére. Tehát ezeket szeretnénk az idén. A Csaba Ferenc az októberben. Október 23. Lehet, hogy már a Birkozó Akadémiában? Ez még titok, de lehetséges. Valamint az év végén az e-sporttól megint jó szerepelni. Dísportja a választásom. Igen, igen. A saját versenyeitekre nagyon sok országból érkeznek versenyzők. Gondoltatok-e esetleg arra az alternatív, igaz messze van még az ősz, arra az alternatív megoldásra, hogy úgy szervezitek meg, hogy országon belüli csapatoknak, amennyiben a határátlépés valami oknál fogva helyzet, vírushelyzet miatt akadályozott? Gondolkoztunk rajta, de viszont az első verzió azért az jobban tetszik meg, hogy mi is tudunk menni hozzájuk. Azért Görögországban is, hogy megyünk, tehát egy 4 nap a tengerparton, vagy Lengyelország, vagy tehát olyan szép helyeken járunk, vagy Csehországba. Jobb, azért úgy szeretnénk megcsinálni, hogy külföldieknek is. Hát jó lenne már egy kicsit szabadabban lélegezni ebben a helyzetben is. Tamás, az idei tervek, gondolom versenyfüggőek, és attól függnek, hogy mit szerveznek meg. Hát egyelőre ugye edzőtáborokban vagyunk, és az adott versenyekre készülünk, ugye, ami biztos, hogy a Szerbia versenyeken ott mindenki indulni fog, úgyhogy fogunk edzeni, arra is úgyhogy készülünk. Egyelőre nekem most egy adminisztrációs papírológia miatt sajnos nem tudtam indulni az Európa-bajnokságon, nem működik, a világbajnokságra ki fog kristályosodni, ki fog tisztulni, ami azt jelenti, és addig viszont edzünk. És hogy mondtam is, hogy nekem teljesen mindegy, hogy edzőtábor vagyok, vagy nem, birkozás iránti szeretettem, az nem fog csillapodni, szóval nekem teljesen mindegy, hogy ott vagyok, vagy itt vagyok, persze sokkal jobb, ha edzőtáborban vagyok, a sparring partnerek miatt, meg ott mégis komolyabb a munka, de én úgymond kordába tartom mindig magamat, szóval a versenyre mindig készen állok, szóval az nekem nem jelent problémát. Ez egy rendkívül szép záró mondat volt szerintem ehhez a beszélgetéshez, hiszen azt jeleztétek mind a ketten, és köszönöm, hogy ezt elmondtátok, hogy egyrészt mindig készen állunk, akármilyen kihívások jönnek, azokat készen tudjuk várni, és hogy az elhivatottság az meghozza az eredményeket. Köszönöm szépen, és a folytatáshoz én sok sikert kívánok. Köszönjük szépen a meghívást, úgyhogy igyekszünk. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket. A jövő héten szerb nyelvű adással várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra. Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora.